ismertük meg egymást, amikor számítógépes levelezésbe kezdtünk, azóta 123 oldal levelezés van meg, ezeket néztem át, mielőtt erre a beszélgetésre készültem, akkor még Regős Péter magyarokat csepülő írásáról volt szó, és az írásod végén pedig azzal búcsúztál, hogy a magyarok jól tudják, mi a magyar, nem másoktól várják, hogy nekik megmagyarázzák. Mielőtt rátérnénk arra, hogy mitől látottad erőláton az életet, és miben látod a magyarság derűs jövőképét, próbáld megfogalmazni, hogy szerinted ki, mi a magyar, ha már azt mondtad, hogy másoktól nem várjuk el, hogy ezt megmagyarázzák nekünk, főleg nem Regős Pétertől. Nem térek ki az eseményre, akkor egy csúnya nyilatkozott rólunk. Felejtsük el, inkább azt nézzük, hogy mi, kit, mit tartunk magyarnak. Jó estét kívánok, és nagyon szépen köszönöm a meghívást, Gábor. Valóban nagyon sok levelezést bonyolítottunk már egymással, és ennek alapjában téve az az oka, hogy szeretek tanulni. Hála Istennek, gyermekkoromtól mindig akadtak olyan tanáraim, nevelőim, akiktől nagyon-nagyon sokat tanultam. Későbbiekben, ha lesz alkalom, néhány nevet meg is említenék. Bármikor. Ebben az egy órában, és aztán még majd később vissza is térhetünk. Akkor ott kezdeném, hogy a mai napig nagyon szívesen emlékezem a siófoki Széchenyi utcai általános iskolára, ahol Tölösi Gizella volt a gyuszi gyereknek a tanítónénie. A mai napig nem felejtettem el sem az arcát, sem a kedves alakját, sem azt az indítatást, amit mi gyerekek ott kaptunk tőle. Aztán a későbbiekben a 2. számú általános iskolában osztályfőnököm és magyar tanárom volt Bodolai Gyuláné, akinek szintén áldott legyen az emléke. A magyar nyelv szeretetét többek között tőle tanultam meg. Soha nem voltam kiváló tanuló, de helyesírásomra mindig kényes voltam. Előfordult, hogy a fogalmazás nem sikeredett tökéletesre, de a helyesírás az mindig csillagos ötös volt. A fogalmazás időnként a minisztereknek sem sikerül mindig az országházában, de most ezen lépjünk. Aztán, amikor sikerült elvégezni különböző nehézségek árán a Gödöllői gépészmérnöki kart, akkor a Vésztői Termelőszövetkezetbe kerültem, mint gyakornok. Az ottani műhelyfőnök, Képíró Imre, különleges nevű kedves mesterem, nem csak szakmailag volt mesterem, tanító mesterem, hanem bizony emberi és magyar szempontból is nagyon-nagyon sokat köszönhetek Imre bácsinak. Hát akkor mi kommunista világot éltünk, és frissen végzett egyetemistaként, friss szakemberként ugye különböző újításokon fáradoztam, mert hát akkor a gyakornok nem nyúlhatott semmihez, nem intézhetett semmit, időt kellett tölteni. És ennek során bizony nagyon sok fafejű akkori TSZ vezetővel kellett küzdeni. El is keseredtem alaposan, de Imre bátyám mindig helyre tette a lelki világomat, és átsegített ezeken a nehézségeken. Még néhány nevet megemlítenék, ha már így bele... Megoldtam, mondjam, és inkább, mivel én nem kértelek fel téged, és magadtól mondasz olyan embereket, akik akár gyerekkorodban kapcsolatba kerültek vele tanárként, és mégis emlékszel rájuk, ami nagyon lényeges, hiszen bármilyen őstörténeti dolognál, aki ezzel foglalkozik, annak azzal kell kezdeni, hogy ő kitől tanult. Most te anélkül kezdted ezt el, hogy ezt megkérdeztem volna, hogy kimondottan örülök, úgyhogy nyugodtan folytasd ezt a visszaemlékezést, hogy milyen példaképeid vagy példaértékű tanárok. Ott folytatnám, hogy a 80-as évek végén, 90-es évek elején egy kicsit belekóstoltam a politikai életbe is, bár ne tettem volna. Mondjuk annyi haszna volt, hogy nagyon-nagyon sok emberrel megismerkedtem, különböző típusokkal. Egy részük ma is ott ül a parlament székeiben. Nem mondom, hogy ott a helyük, de ott vannak. Más színekben vagy ugyanabban? Mert itt időként keveredik. Nem reklámozok most egyetlen pártot sem. Én annak idején neveztem meg. Annak idején MDF tag voltam.
Hát amikor onnan elkerültem elég érdekes körülmények között, akkor azért a Jóisten ismét olyan emberekkel segített megismerkednem, akiktől tanulhattam. Köztük megemlíteném a Bódi Péter bácsit, aki Nagykovácsiban él, a második világháborút végigküzdötte, és a mai napig tartjuk a kapcsolatot. Tőle kaptam annak idején Badinyi Jós Feri bácsi füzeteiből, egyet el is hoztam, amit még Péter bácsi útján kaptam meg. A címe az Istenes honfoglalók. Nem mutathatjuk. Talán. Nem fogják jól látni, de azért mégis egy ilyen kis füzetecske néhány oldalból áll, de nagyon megragadhatta a képzeletedet, hogy pont ráhivatkozol. Most, hogy egy kicsit készültem az idejövetelre, véletlen folytán került tulajdonképpen a kezembe ez a füzet, és azért, mert kerestem azokat a dokumentumokat, amit például a Péter bácsitól kaptam, és ez a füzet arról szól, Istenes honfoglalók címén, hogy Árpád népe pogány volt-e. És itt Badinyi Jós Ferenc bizony keményen bizonyítja, hogy nem voltunk pogányok. Az más kérdés, hogy nem római keresztények voltunk, hanem egy keleti vallásnak a követői voltunk. És bizonyságul talán mondanám, ha megtalálom, hogy az egyik sarkalatos pontja ennek a bizonyításnak az, hogy Árpád népe a nagy boldogasszonyban és a hét boldogasszonyban hitt. Hát röviden ennyi. Aki gondolja, talán még megszerezhető ez a füzetecske. Nem említettem az előbb MDF kapcsán Nagy János bácsit, aki egy bakonyi származású erdész, mérnök és térképész volt, szintén második világháborús hős, aki szintén tanítómestereim közé tartozik. Nagyon sokat hadakoztunk az akkori MDF felfogása, tevékenysége és az ígéretektől való elfordulása miatt az akkori vezetőséggel. Volt a Tavaris Konyec című feliratú plakát a tarkójával egy tányérsapkás illetőnek, aztán igazából a tavarisoknak nem lett konyec, mind a mai napig. Igen, hát pontosan emiatt háborogtunk is, és követeltük, kértük azt, hogy térjünk vissza a választási ígéretekhez, és hajtsuk is azokat végre. Megemlíteném, ha már itt tartunk a különböző nézeteltéréseknél és hadakozásnál, hogy annak idején Pusztakovácsiban összehívtuk a Somogy megyei MDF szervezeteket, és ott egy megbeszélés során kifejeztük azt, hogy mi az Antal kormány mögött állunk, de azt kérjük és követeljük, hogy a választási ígéretek szerint kormányozzanak a kedves kormánytagok és a képviselők. Az ígéretek szerint járjanak el. Na, emiatt álltunk a szőnyek szélén, és bizony kemény megrobásokat kaptunk. Kifejezték, hogy mi a kormányt meg akarjuk dönteni, holott távolról sem 11 néhány szervezet ezt nem tudja megvalósítani, viszont a véleményünknek keményen hangot adtunk. Azóta látszik, hogy bizony a rendszerváltozás az nem ment végbe. Nem, hogy